nekem ez egy élmény volt, mert nem voltam még ilyen helyen. Úgyhogy tényleg ez egy különleges hely volt. Nagyon élveztem, főleg, hogy egy fotózáson jövök, mert ma volt a csapatfotózás is a csarnokban, úgyhogy tényleg nagyon tetszett. A nevemet az egyiket anyukám, másikat apukám választotta, és ezért lett ilyen különleges, mert a családban is volt a Katrin, és így meg is tetszett nekik. És volt 2008-ban, amikor kaptam egy külön díjat, és az oklevelen teljesen elírták a nevemet. Úgyhogy az volt az olyan oklevél, ahol tényleg úgy elírták, hogy azt se tudtam, hogy engem szólítanak-e. És akkor az ott a bemutatkozom, még betűzöd vagy? Hát, ha kérik, akkor igen, de jobban járunk, hogyha ha betűzöm is, mert gyakran elírnak akkor egy-két betűt. A legkisebben nagyon szoros a kapcsolatom. A középső húgommal, mivel ő is már serdül, ezért szoktunk kicsit vitatkozni, de hogyha ketten vagyunk, akkor nagyon el tudunk lenni. Igazából mi apróságokon is képesek vagyunk összeveszni, aztán ez a harag ezt tart egy pár percig. Te vagy a kézilabdázás gangstere? Ugye ezt Elek Ágor mondta rólad, te is így érzed magad, és szerinted ez miben nyilvánul meg? Néha igen, hogyha ha egy olyan pillanatot vagy egy olyan szituációt csinálok a pályán, ami ilyen gangsteres, akkor igen, én is úgy érzem, hogy egy gangster vagyok.